Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, ezúttal a Móri Zsigmond Színházba látogatunk el, és itt ül előttem egy igazi fiatal tehetség, aki nem titok, hiszen a színház oldalán fönt van, 1983-ban született, rengeteg minden történt vele azóta, itt a Móri Zsigmond Színházba, illetve a Móri Zsigmond Színházon kívül is. Hogyan kezdődött ez a karrier? Éri Kovács Zsannával beszélgetek erről. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hát akkor a kérdésre azon nyomban megpróbálok felelni. Hát a karrier az nem tudom, hogy pontosan mikor kezdődött, vagy egyáltalán ezt még karriernek lehet-e nevezni, de azt elmondhatom, hogy már viszonylag korán kapcsolatba kerültem a színházzal. Édesapám színházrendező, és nagyon sokat vitt magával, és hagyott betekintést a kulisszákba. Már egészen 4 éves koromban ott ugrándoztam a díszletek között, és csodáltam a színészeket, színésznőket, és szívtam magamba színházi díszleteknek a jellegzetes illatát. És hát igen, szóval nem is nagyon tudtam elképzelni, hogy igazából más foglalatosság is létezik a színészetek kívül, úgyhogy elég korán motivált voltam a témában. És akkor igazából innentől fogva nagyon szorgosan, tudatosan készültem. Verseket olvastam, drámákat. Az iskolában a pad alatt, matek órán. Ez látszik, a matek tudásomon. És egyéb reáltárgyak tárgyi tudásomon. Szóval amikor csak lehetett, ezzel foglalkoztam és készültem, aztán nem sikerült olyan hamar. Felvételiztem 3-szor Budapestre, 2-szer Kaposvárra, és aztán végül Kaposvárra jártam, oda vettek föl, és ott végeztem. És amikor végeztem, akkor idejöttem a Móri Zsigmond Színházba 2007-ben vendégnek az Ágacskába. Ágacska című mesedarabban játszottam pár kollégámmal, akik szintén vendégek voltak itt akkor, és utána hosszú éveken keresztül így vendégként jártam vissza, és most ebben az évadban szerződtem le először. Most vagyok először szerződésben itt a színházban. Mi volt a legelső darabod, amiben játszottál? Húha, ez most nagyon beugrató kérdés, mert most hirtelen erre nem is tudok felelni. Amikor azt hiszem, igen, még óvodás voltam 5 éves koromban, az édesapám rendezett egy operafilmet, és abban szerepeltem először. Azt hiszem, hogy táncikálni kellett, nagyon-nagyon szép ruhám volt, gyönyörű korabeli jelmez, besütötték a hajamat, nagy masnikat tettek bele, hát én teljesen bárkirálynőnek éreztem magam. Az volt az első. Ez. 4 éves koromban. Mindjárt mondom is, hogy mi. Nem tudom, mi volt a darab. A mennyasszony. Azt hiszem, igen, azt hiszem a mennyasszony, de nem emlékszem pontosan. És édesapád mennyire biztatott ehhez, hogy indulj el és légy te is színész, ha már ugye van egy rendező a családban? A legkevésbé sem biztatott. Nagyon nem akarták, hogy színész legyek. Nem nagyon ambicionálták, csak elfogadták egy idő után, hogy én ezt tényleg nagyon akarom. Amikor észrevették, hogy ezt tényleg nagyon akarom, és amikor látták, hogy úgy tűnt, hogy van valamennyi affinitásom a dologhoz, akkor már hagytak, és akkor már próbáltak segíteni. Tanulták velem a verseket, mármint nem tanulták velem a verseket, ilyességet beszélek, hanem meghallgatták, véleményezték, persze az édesanyám is, de az a helyzet, hogy annyira zavarban voltam előttük akkoriban, hogy nem mertem így szemtől szembe mondani a verseket, monologokat, és mindig röhögnöm kellett. Zavaromba egyfajt nem röhögtem, és nem tudtam koncentrálni, mert annyira furcsa volt számomra ez a komoly tekintet, hogy ők most így átszellemültem, próbálják átérni, hogy én mit érzek, és hogy kitalálni, hogy ez most jó lesz-e, vagy nem. Hogy egy idő után odáig fajult a dolog, hogy anyukámat konkrétan beküldtem a szekrénybe.
És akkor anyukám beült a szekrénybe, becsukta a szekrényajtót, és leült, odaálltam a szekrény elé, és elkezdtem mondani az anyagot, és meg bennült a szekrénybe, és egy kis zseblámpával jegyzetelt. Vagy kiszólt, hogy na, kezd előről, ez borzasztó. És akkor így valamennyit át tudtam élni, hogy nem láttam az arcukat. Alapvetően a gyermekkorodban soha nem álmodoztál esetleg olyan szakmáról, mint a többi kislány, most én fodrász leszek, vagy hasonlóak, te mindig csak színész szerettél volna lenni. Hogy a viharban ne? Természetesen nagyon szerettem volna fodrász lenni. Szerettem volna még lenni manikűrös, mérhetetlenül. És egyébként még most sem állt tőlem távol ez a két szakma, most is érdeklődéssel vagyok iránta, de azért valószínűleg már nem fogok ebben foglalkozni. Tavaly, amúgy nekem született tavaly egy kislányom, és amikor állapotos voltam vele, akkor elvégeztem egy felnőtt képzést, női szabó, úgyhogy okleveles női szabó is vagyok, mert ez is nagyon érdekelt, és akkor volt rá idő. Úgyhogy igazából a divat még, ami nagyon érdekelt, mindig is, és most is érdekel. És hát még balerina is szerettem volna lenni, az szerintem az sem nagyon egyedi eset. Jártam is balettozni sokáig, de aztán na, viszonylag hamar kiderült, hogy nem, az nem leszek. És az ének milyen közel állt hozzád? Ugye legutoljára, amikor találkoztunk ezen a bizonyos nyílt napon, akkor énekeltél, és csodálatos hangod van. Ez a képzésnek maga a ritmusa, hogy ezt már te felképezted, vagy alapból ilyen szép hangod volt? Attól tartok, hogy nem láttad Kristály tisztán a helyzetet. Nagyon-nagyon szeretek énekelni, és nagyon közel áll hozzám az éneklés, de nem elég képzett a hangom, és igazából én nem tudok énekelni. Nagyon szeretek énekelni, de vannak emberek, akiknek tényleg olyan hangi ad, tehát nekem az a bizonyos hangi adottságom, ami az énekesi pályához szükséges, az nincs meg. Már egy musical is kifogna rajtam, de ezek egy operet, vagy egy darab, amiben kell énekelni, egy kuplét, egy sanzont, vagy egy mesejáték, abban persze bármikor, tehát olyan szinten, amennyire egy prózai színésztől elvárható, hogy énekeljen, annyira tudok, de azért ez egyáltalán nem magas színvonal, de teljesen egyszerű hangom van. Én csak végtelenül szeretek énekelni, de nem mindig sújtom ezzel a környezetemet. És alapvetően mi az a darab, amire leginkább emlékszel, ami a legmélyebb nyomot hagyta az életedben? Ha most ahogy feltetted a kérdést, megfogadtam, hogy rögtön, ami először bevillan, azt fogom mondani. És tulajdonképpen két dolog villant be. Az egyik, a főiskolán csináltunk a Bernarda Alba háza című előadást. Abban Mártíriót, a pupos lányt játszottam, és az egy nagyon emlékezetes munkafolyamat volt. Nagyon hosszan próbáltunk, nagyon sok időnk volt, tehát nem 6-7, mint egy színházban, hanem nem is tudom pontosan, de elég hosszan próbáltunk, talán 2,5 hónapig is. Nagyon sok idő volt elsajátítani a szerepet, és magamra formálni, és elbújni benne, és nagyon szerettem játszani ezt a szerepet. Tehát úgy érzem, hogy az nagyon-nagyon az enyém volt, és az nagyon az igazán szerepformálás volt, jó lehetőség. A másik pedig az már itt a Móricz Zsigmond Színházban létrejött Hargita Iván rendezésében egy tártű felőadás, amit délelőttönként középiskolákba vittünk itt a megyékben. Azt hiszem, hogy 2011-ben, igen, és négyen csináltuk a tártűfőt, biztos sokan láttak, mert nagyon sok előadás volt belőle, és hát ugye tudjuk, hogy a tártűf nem 4 szereplős, hanem jóval több, tehát mind a négyen több szerepet is alakítottunk, sőt, volt, aki nő létére férfit, például én is,
és az is egy borzasztóan pörgős és egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon sok oldalú feladat volt, és nagyon szerettem azt is csinálni. Volt esetleg olyan szerep, ami úgy legigazán megütött úgy belülről, és úgy teljesen bele tudtad magad élni, és át tudtál szellemülni? Azt hiszem, hogy majdnem minden esetben ezt érzem. Talán más módon nem érdemes csinálni ezt a szakmát, vagy legalábbis nem jó. És olyan szerencsém van, hogy eddig, tulajdonképpen eddig mindig olyan dolgokban dolgoztam, amikben ez lehetővé vált számomra. Tehát nem esik nehezemre nagyon belekeveredni, akármi az. Szeretem csinálni, nem untam még meg, nem fásultam még meg. Lehet, hogy nem is fogok, és lehet, hogy ez nem törvényszerű, csak úgy egyelőre meg úgy látom, hogy nagyon sok energiám van erre a dologra, és nagyon-nagyon szeretem csinálni. Volt-e olyan darab, amit édesapád rendezett, és kifejezetten neked szánták azt a szerepet esetleg? Rögtön 2007-ben, amikor végeztem a főiskolán, akkor nyáron apukám csinált egy muzsika hangját Budapesten a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Azt azért nem mondhatom, hogy kifejezetten nekem szentelk a szerepet, mert már évekkel ezelőtt csinálta, és csak felújították, és én beugrottam tulajdonképpen Berta nővér szerepébe, ahol amúgy ez egy musical, és énekelnem kellett. Eléggé meg is küzdöttem a dallal. De nem, tehát hogy ez azt hiszem, hogy ez. Voltak még ilyen kisebb kamara próbálkozásaink, ilyen összeálltunk kis csapatban, és akkor nem színházi kereteken belül pályázatok útján létrehoztunk kisebb előadásokat, de úgy ez volt az, ami úgy igazán komoly volt, és amiben én játszottam. Itt a nyíregyházi színpadon mi volt a legkedvencebb darab, és mi az, amire azt mondod, hogy ez valami? Szeretem nagyon csinálni azt, ami most megy, a János Királyt. Most az a kedvencem. Általában az aktuális a kedvencem. Az Ószt is nagyon szeretem. Sajnos már azt hiszem, hogy már csak két előadás lesz belőle, mert készül az új mesedarab a művészben. Igen, most a János Királyt szeretem a legjobban. János Királyban milyen szerepet játszasz most? Én vagyok Kasztíliai Blanka, János Király unokahúga, akit kényszerbe házasítanak a másik királyi udvarba is. Sanyarú sors felre. Ha azt veszük, régi koroknak ez egy nagy hátránya volt, hogy kényszerházasság. Mi erről személyesen a te véleményed, és mit gondolsz, hogy élnél te abban a korban esetleg? Érdekes, pont tegnap volt a televízióban egy műsor erről, úgyhogy éjszaka megy ez a műsor, az On The Spot, nem tudom, hogy ismered-e, és pont erről, pontosan erről szólt, hogy van egy közösség Indiában, ahol ez az elfogadott, és ez a szokás, hogy nincs szerelmi házasság, csak a szülők kiválasztják a gyermekeik számára a megfelelő partnert, és azoknak kell összeházasodni, és hogyha valaki szerelemből akar házasodni, annak el kell szöknie, és elüldözik őt, és hogyha kiderül, hogy mégis összeházasodott, akkor előkerítik, kerestetik a rendőrséggel, és meggyilkolják saját gyerekeiket emiatt. És van egy szervezet, aki ez ellen próbál éppen fellépni, hogy ez ne legyen, és legyen szerelmi házasság. Úgyhogy, mivel jó későn van ez a műsor, fél éjszakát sikerült ezen végig gondolkoznom, ezen a kérdésem. Ugyanis ott a falubeliek azt mondták, hogy bár nem szerelmi alapon indul a házasságuk, mégis nagyon hosszan tart, és mégis egymásba szeretnek, és úgy tűnik, ők azt állítják, hogy tartósabb és boldogabb az életük.
minthogyha szerelmi házasságot kötnének. Vagyis, hogy ahogy ők európai példából okulnak. Igazából elgondolkoztam ezen, abból a szempontból, hogy nem tudom, hogy az milyen. És most így még távolabb kerültem hozzá, tehát nem tudom kijelenteni, hogy az borzasztó. Ez a Blanka nevű királylány is aztán a kényszerházasságában 11 gyermeket nemzett a kényszerférjének, Lajosnak, és mivel Lajos elég korán meghalt, ugye ezt történelmileg tudjuk ezeket az információkat, ezek valós események, a Blanka a gyermekei hamar trónra jutottak, és uralkodtak, és ő uralkodott helyettük, a kiskorúak helyett. Szóval egy nagy történelmi alak volt, és egy erős harcos, tehát annyira nagyon valószínűleg nem tört meg, mert egy borzasztó erő kell ahhoz, hogy egy nő ilyen posztokat be tudjon tölteni, és hát 11 gyermeket nemzeni se kutya, ugye, akárkinek, főleg egy olyan férnek, akit esetleg nem ő választottunk. Valahogy úgy látszik, hogy bele lehet ebbe törődni, vagy bele lehet nyugodni, vagy nem ez a legfontosabb. Én idealista vagyok, és én azt mondom, hogy én csak kizárólag a szerelem motiválhat engem. Tehát, hogy én nem tudom elképzelni, hogy egy percet is tudjak olyan ember mellett élni, akit nem szeretek. De persze nem tudom, sose fogom megtudni ezt, mert nem abban a társadalomban élünk. És hogy élnék-e abban a korban, olyan nagyon erősen nem vágyom rá most, de természetesen sok mindent kipróbálnék, ha lehetne egy időgépbe utazgatni. De ha most azt mondanák, hogy menjek vissza a korba, és nem jöhetek vissza, akkor nem mennék. És most pillanatnyilag összetudnád-e nekem számolni, hogy összesen hány darab bejátszottál? Hát összetudom számolni, mert nem annyira sok darabba játszottam még egyelőre. Azért nem olyan könnyű. Most számoljuk a főiskolás időket is, vagy csak persze, amit itt? Minden. Na várjál, akkor azért ez hosszú lesz. Hát a főiskolán, akkor ne vegyük a kis vizsgákat, mert az nem volt mindig egy egész előadás, mert trimeszterrendszerben tanultunk, és akkor mindig csak ilyen darab részleteket adtunk elő. De az utolsó évben igen, tehát a Bernarda Albaháza, amiről már beszéltem, az E1-gyakor volt, az 1-2-3 Molnár Ferenc. Utána jött a Koldus Opera az államvizsgánk, amiben konferencié voltam. Aztán következett egy lengyel szerzőtől az Ilja Proféta. Lehet, hogy ki fogok-e valamit felejteni. Ez simán benne van. Aztán ide jöttem az Ágacskára. Az Ágacska után játszottam a Pál utcai fiúkban. Az Ágacska és a Pál utcai fiúk között Pesten játszottam egy Tyúkok a kakason című előadásban. A Sirály nevű helyen. A Géczi Zoltán rendezte Tyúkok a kakasban, ez nagyon érdekes előadás volt. Az igen, utána visszakanyarodok Pál utcai fiúk, utána voltam Csizmás Kandúr itt, és jött a Tártüf, és Szekrénymesék, aztán volt a Kihagyás, mert szültem egy gyermekecskét, és most kezdődött az Óz, aztán a János király, most elkezdtem próbálni a Hattyúcskák tavet, és nagyon bízom benne, hogy még lesz bemutatóm ezen kívül is. Biztos, hogy lesz 100%. Azt még nem tudom, ezt nem tudjuk előre. Mi alapján történik egyébként a szereposztás nálatok? Tehát, hogy bementek, mindenki leül, és akkor ott ül egy rendező, aki kiosztja a szerepet, vagy... Egyáltalán nem. Fogalmam sincs, hogy hogy történik. Soha nem vagyok jelen. Soha nem voltam még ilyen helyzetben jelen. Soha egyetlen színész sincs ebben a helyzetben jelen. Ha csak nem színészek összeülnek, hogy na valami önszorgalomból színházon kívül dolgozzunk együtt, és akkor együtt kitaláljuk, hogy ki mit játszon, de ez kőszínházban nem így működik, tehát nem nincs befolyásunk rá, és nem is tudomásunk, sőt, és igazából nem tudjuk
nem tudjuk, csak sejtjük, hogy mi alapján dől el. Nyilván nagyon fontos, hogy ki mire alkalmas, hogy kinek mi való, hogy ki mit tud esetleg a legjobb tudása szerint megoldani. Ez szempont, akkor szempont, hogy éppen ki ér rá. Ugye mindig 2-3 darab egyszerre elkezd próbálni, akkor fontos, hogy a rendezők egymással hogy egyezkednek meg, hogy az igazgatóság isnak is az érdekeit képviselje. Szóval nagyon sok összetevője van. Biztos vagyok benne, hogy nem egyszerű a dolog, és nem irigylek senkit, akinek kell foglalkozni. Neked volt-e már esetleg olyan helyzet, amikor kaptál egy szerepet, és közben így mondod, hogy ó, ezt nem nekem szabták, én ezt nem szeretném, vagy hasonló dolgok? Igen, volt ilyen. De aztán valahogy mindig úgy alakult, hogy belehelyezkedtem, és sose utáltam nagyon. Volt olyan, amit kicsit utáltam, de azért általában, ha már foglalkozom vele, és ha már megy a dolog, akkor már élvezem, akkor már működik. És a hattyúcskák tavát említetted itt nekem. Mikorra várható, hogy nagyjából hol tartotok a próbákkal? Ott tartunk, hogy volt egy olvasópróba 2 héttel ezelőtt, de akkor még János király javában zajlott a próba folyamat, úgyhogy akkor én nem próbáltam. Ez elsősorban egy táncos kis mesejáték lesz, és a színház táncosai fognak benne táncolni. Tehát nekik van ebből a szempontból itt az oroszlán része a feladatnak az övék, úgyhogy ők azóta, mióta volt ez az olvasópróba, ők azóta folyamatosan táncolnak egy koreográfussal, és tanulják amit kell a táncaikat. Én majd most fogok becsatlakozni hétfőn, tehát tulajdonképpen én még nem próbáltam azóta. Hétfőn lesz az első próba, és 2 hét múlva a bemutató, 14-én decemberben. És ha említettük az éneket, akkor ne hagyjuk ki a táncot. Milyen szerepet játszik a tánc az életedben? Tudsz-e, szeretsz-e? Hát hasonlókat, mint az ének. Szeretek, nem szeretek annyira táncolni, mint énekelni, már mint hogy szeretek táncolni buliban. Meg szeretek táncikálni otthon. De a táncszínházat én annyira nem szeretem csinálni, nagyon nem szeretem. Nézni se szeretem túlságosan, attól függ, hogy mit. Tehát nagyon sok műfaja van, ugye ennek is, a balettet azt nagyon szeretem. Azt nézni is nagyon szeretem. A kontakttáncot annyira nem szeretem, valószínűleg azért, mert nem értem. De ez biztos az én gyengeségem, hogy ez valahogy nem áll közel a szívemhez, vagy nem tudott még eljutni az agyamhoz, se a szívemhez, így módon. Szeretem, amikor egy zenés előadásban beönzölnek a táncosok, és elkezdenek valamit egyszerre csinálni, azt szeretem nézni, azt csinálni is szeretem. Nem mondom, hogy fergetegesen jól művelem ezt, de azért úgy benne van a bugi a lábamban. Steppeltem régen, úgyhogy tudok steppelni, azt nagyon bírom, azt a műfajt. Most a hattyúcskák tavában nekem nem kell táncolni. Sajnos, mert most ennek valamiért most úgy lett volna kedvem egy kicsit. De azt hiszem, hogy nem fogok. Vannak nálam ügyesebbek, akik majd szépen fognak táncolni. Említetted a bulit. Milyen zenére szeretsz bulizni? Mik a kedvenc stílusaid? Na, ezt a kérdést utálom, mert nem vagyok annyira otthon a zenében, a pop zenében főleg, vagy ezekben a könnyű zenékben. Maradi vagyok ez ügyben, szeretem a régi magyar alternatív zenéket. Általában olyan zenékre szeretek táncolni, meg olyan zenét szeretek hallgatni, aminek tudom ordítva énekelni a szövegét. És ez általában magyarul van. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen magyar lakodalmasokat hallgatok, hanem Cseh Tamást, meg most nem leszek túl népszerű a fiatalok körében, mert lehet, hogy már te is szereted, akkor jó. Szóval Rúzsa Magdi, meg hát nem tudom, hogy ismered, Neurotik Balaton, Európa Kiadó. Szóval ezek már régebbiek. Csókolom,
Ment itt a színházban egy előadás, a koccanás, és abban a csókolom számok már hangzottak el, meg énekeltek. Szóval ilyesmiket hallgatok. Na jó, David Bowie-t is hallgatok. Ritkán hallgatok, úgy konkrétan nem szoktam leülni zenét hallgatni, sajnos. A színház mellett mennyi idő jut a gyermekre otthon? Hát minden. Amit nem itt töltök, azt a gyerekkel töltöm. Úgyhogy hát nem jut rá annyi, mint hogyha egyfolytában vele lennék, tehát ha nem dolgoznék. De talán itt tartalmasabb időt töltünk együtt, mert nem unjuk meg egymást, meg nincs bennem az, hogy azért nagyon szeretnék mást is csinálni, nincs bennem a vágy, hogy mennem kell dolgozni, szeretnék, mert csinálom, teszem a dolgom, és mindeközben azért, hogyha azért nagyon sokat tudok vele is lenni. Hát persze, hogyha éppen főpróba időszak van, és a férjem is dolgozik, és egyszerre csinálunk valamit, akkor azért viszonylag kevesebbet vagyunk vele, de aztán kiengeszteljük, aztán utána nagyon sokat játszunk vele, és nagyon sokat vagyunk vele, mert azért nem úgy van, hogy éjjel-nappal egyfolytában. Tehát van mindig egy nagy hajtás, és akkor ha az lecseng, akkor azért van idő. A János királyba pároddal együtt játszotok, és akkor ezt így hogy egyeztetitek össze, illetve alapvetően ki vigyáz ilyenkor a gyermek? Édesanyja, nagymama. Sajnos a nagyszülők nem élnek ebben a városban, mert mi sem vagyunk, mi is csak a színház miatt költöztünk ide. Igazából ma a főhadiszállásunk Budapesten van, bár most itt, mert most nem tudunk hazajárni egyáltalán. Berendezkedtünk ide, tehát a család, meg a rokonság nem itt élnek Nyíregyházán. Úgyhogy három ember van, akik ilyen vetésforgóban szoktak nekünk segíteni. Az egyik a kislányomnak az óvónénie, vagy hát bölcsinénie, gondozónénie, aki ott vigyáz rá, ő szokta elvállalni újkor esténként, vagy itt a színházon belül Horváth Réka szokott segíteni, meg Emőke, Varga Bajusz Emőke. És mik a tervek a továbbiakban? Mindenféleképp itt szeretnétek maradni Nyíregyházán, a Vódi Zsigmond Színházban, vagy erről minden is hirdeszek, ez a jövő zenéje? Igen, ez a jövő zenéje. Nem tudom. Mindig meg kell. Mindig úgy vagyunk vele, hogy ha most egymástól megkérdezzük otthon, hogy jövőre mi lesz, sóhajtunk egy nagyot, és azt mondjuk, hogy nem tudjuk. Ez a mi életünk, ez ilyen. Több összetevője is van annak, hogy lesz. Fontos az a kérdés, Istenen ez a legfontosabb, hogy a szívünk mit diktál, hogy van-e kedvünk, és van-e még helyünk, van-e kedvünk itt lenni, és úgy érezzük, hogy kellünk itt, és jó helyünk van, akkor természetesen maradunk. Ha pedig nincs itt tovább utunk, vagy nincs szíve itt az utunknak, akkor tovább állunk. Nem vágysz esetleg egy ennél nagyobb színházi karrierre, hiszen tudjuk, akár a nyíregyházi közönség is egyedülállóan néhány budapesti színházad is vetekszik néha. Inkább azt mondanám, hogy vágyom arra, hogy az ott otthonomban éljek. És mivel az otthonom Budapesten van, ezért természetesen igen, ez hozzátartozik, tehát nagyon jó lenne, hogyha úgy igazán az otthonomba tudnék minden este hazatérni, és onnan tudnék elindulni munkába, és hát az lenne a legideálisabb, hogyha budapesti színházban tudnék dolgozni emiatt. De persze minden ember törekszik fölfelé, és te egy budapesti színházat többen látnak, feltehetőleg. Tehát nagyobb hírnévre, karrierre lehet szert tenni valószínűleg. De én azt érzem, hogy nagyon sok idő van még. És én minden egyes lépcsőfokot szeretnék maximálisan megélni, ami éppen van. Ami éppen, amelyik ajtó nekem kinyílt, én oda megyek be. És én ott addig tartózkodom, amíg nekem ott helyen van. Tehát egyáltalán nem érzem úgy, hogy nekem mennem kell, hogy nekem sietnem kell, vagy hogy valami hajt előre. Most itt vagyok, és most erre koncentrálok, és majd ha tovább fogok állni, mert tovább kell állni, vagy valami miatt
tovább megyek, akkor fogok arra figyelni. Vannak, természetesen vannak álmok, meg célok, de nem hagyta tatár, tehát nem kell sietni. Itt most, itt, jelen pillanatban úgy érzem, a legjobb helyen vagyok. Következő kérdésem az ismét visszakanyarodik a kicsi gyermekre. Mit szólnál hozzá mondjuk te? Neked ellenezték, hogyha ő színész lenne? Hát nem ez kizárt. Még nagyon nem kizárt, de ez még nagyon sok erről lesz aktuális kérdés. Egyrészt meg kell látnom, hogy van-e hozzá affinitása, mert hogyha nincs, akkor biztos, hogy nagyon kemény leszek vele, és nem fogom dédelgetni az álmait, hogyha azok irreálisak. Ha a gyerekkorában szeretne színpadra lépni, azt nem fogom megengedni. Én azt nem tartom jó dolognak. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek ez még nagyon sok, és nagyon fárasztó és nehéz idegi munka és fizikai, és nem nekik való. Úgyhogy az nekem se nagyon engedték. Jó, tudom, hogy azt mondtam, hogy 4 éves koromban álltam először színpadon, de az tulajdonképpen egy tévéjáték forgatása volt pár nap, és aztán utána nekem, én nagyon akartam menni ide-oda mindenféle gyerek színtársulatokhoz játszani, de nem engedték szüleim. Jól tették. Azok az ismerőseim, akik annó gyerekként színészkedtek, mind nagyon megutálták ezt. És a 99% nincs is a pályán, és nem is akart maradni. Mit gondolsz, hogy mai fiatal generáció, illetve ugye neked is volt ugye a problémád, mondtad, hogy harmadjára próbálkoztál meg a színművészetivel. Mi volt az, ami úgy igazán éltetett és biztatott abban, hogy ezt tovább kell csinálnom, és hogy még egyszer meg kell próbálnom? Nem tudtam elképzelni mást. Nem tudtam elképzelni, nem tudtam, nem láttam magam máshol. Gondolkoztam nagyon sokat ezen, hogy még mit lehetne, muszáj egy B-tervet kitalálni, mert mi van, ha nem jön össze, akkor meghalok. És sajnos arra jutottam, hogy akkor meg. De nagyon elszánt voltam. És valahol azt éreztem, hogy rájöttem, hogy én elég rosszul felvételizem. Tehát, hogy nem annyira akarom, és annyira... Hát nagyon-nagyon-nagyon gyerek is voltam, de annyira nem tudtam, hogy mit kell oda vinni. Igazából nem nagyon, nem találtam jó anyagot, nem tudtam igazából megmutatni, hogy én ki vagyok, de valószínűleg azért, mert magam se tudtam még. Tehát ha most mennék oda, egészen másképp felvételiznék, de az biztos, hogy mindig arra kíváncsiak, és nem az érdekli őket, hogy te mennyire jól mondod a Júlia monológot, hanem az, hogy a Júlia monológon keresztül mennyire ismernek meg téged, Zsannát, Ferit, Julit, Katit, te ki vagy. Meg tudod-e abban a 3,5 percben, vagy 5 percben, vagy 10 percben, amíg benn vagy, mutatni azt, hogy te ki vagy, és te mitől vagy különleges, vagy mitől vagy más, vagy mitől vagy esetleg erre a pályára való. Senkit nem érdekel, te most milyen bravúrosan mondod a József Attila Mama című verset. Mert az egy szerep. Azt majd megtanítják ott. De a felvételén elvileg te még nem egy kész színész vagy, vagy egy kész előadó művész, hanem te Julika vagy, aki erre a pályára szeretne menni, aki itt ebben az intézményben szeretne tanulni. És a tanárokat is az motiválja, és az izgatja, hogy mit tudnak majd belőled kihozni. Az nekik is az a kihívás, nem az, hogy már ott van egy ember, aki majd milyen flikflakokat csinál. És az a baj, hogy én ezt akkor egyáltalán nem fogtam fel, vagy nem láttam át, vagy nem éreztem, és nagyon jól akartam mondani, és mindig ráadásul nem is mondtam jól, rém rosszul mondtam, és görcsösen, és teljesen érthető volt, hogy nem vettek fel olyan hosszan. És aztán ugye a felvételik olyanok, hogy van 3 rost, és a 3. rost az mindig egy ilyen hosszú együttélés, ez egy 1 hetes együttélés,
amikor különböző feladatok, meg színdarab részletek vannak, amiket meg kecsen, meg mozgás, meg hát ez egy nagyon kemény egy hét, amikor nem alszol, csak dolgozol. Na és akkor aztán ott tényleg meglátják, hogy milyen vagy, mert ott már annyira közel kerül egymáshoz a társaság, hogy ott már nem nagyon lehet hazudni, vagy ha valaki hazudik, az nagyon hamar kiderül, vagy ha valaki egy ilyen hazudik, az most nem jó szó, de ha valaki egy ilyen pószt felvesz, és nem természetes, és amit nagyon akar magából mutatni, az nagyon hamar kiderül, és akkor ott instruálják az embert, és akkor megmondják, hogy ne így, és kiderül, hogy mennyire vagy fogékony, mennyire vagy rugalmas, mennyire érted, amit kérnek, mennyire tudsz színházban gondolkodni, ez akkor kiderül. És mert hál' Istennek, akkor mikor oda eljutottam valahogy nehezen, akkor ott már utána már fölvettek. És van olyan tanár esetleg, akivel még mai napig is tartod a kapcsolatot, és ott ilyen szorosabb szálak összefűződtek? Igazából nincs. Hát van, hogyha egy tanárral véletlenül összefutok, vagy valahol találkozunk, vagy dolgoznánk, akkor a viszony az természetesen jó, megmaradt, és tudjuk ott folytatni a beszélgetéseket, ahol abba hagytuk, de így konkrétan ilyen mesterem, igazából nekem a Babarczi László volt a, hát a mondhatni egy osztályfőnök, nem nagyon volt az én rendszeremben akkor osztályfőnök, de azért mindenkinek volt egy olyan, aki nagyon patronált az osztályt, és nekem a Babarczi tanár úr volt, aki hát azért már elég idős, és nem nagyon tudja már, vagy nem tudom, nem, tehát nyilván, ha találkoznánk, akkor beszélgetnénk egy jót, de így, hogy most telefonon felhívogassam, hogy ilyesmi, azért nem alakult ki ilyen viszony, azért sok, akkor egyfolytában a telefon végén üldögélhetne, annyian hívogatnák őt, szerintem. És volt egy tanárom, a Keszég László, aki most Miskolcon rendező, és színész is, aki a kislányomnak a keresztapja, de az ismeretség az nem onnan van. Vagyis, hogy hát én onnan ismerem őt, de igazából a férjemet később ismertem meg, mint ahogy őt, de a férjem legjobb barátja. Tehát vele tartjuk a kapcsolatot abszolút. Havi szinten beszélgetünk, találkozunk, mert barátok vagyunk, de ez véletlen. Mit szólsz ahhoz, hogy a mai fiatalok körében mindenki művész akar lenni, és mindenki tehetség akar lenni, hirtelen betörve a képernyőn keresztül? Hát ez biztos a tehetségkutató műsoroknak tudható be, vagy köszönhető, amik most nagyon mennek a televízióban. Sajnos nagyon keveset találkozom ezzel a korosztállyal, akiket most ezt foglalkoztat, és nem beszélgetek velük, és ezért nem tudom pontosan az indítékukat, hogy miért. Hát, hogy mire vágynak, a népszerűségre vágynak, sztárságra vágynak, vagy pedig az önkifejezésre, ami ugye a művészet alapja, hogy valaki valamit nagyon akar közölni, vagy közvetíteni, és ezt a művészi tehetségével sikerül az embereknek átadnia. És ez nagyon fontos lenne tudni ketté választani ezt a dolgot. Tehát nem mindegy, hogy sztárok vagyunk, ismert emberek, vagy olyan emberek, akiket felismernek az utcán, vagy művész emberek vagyunk, akiket esetleg szintén felismerhetünknek az utcán. És nem, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy nem mindegy, hogy miért ismernek fel. Tehát azért, mert a való világban szerepelsz, vagy valami ilyesmi, szerintem teljesen értéktelen dologban veszel részt, és azért, vagy azért, mert valamit alkottál, vagy valamit közölni szeretnél, és valamit adsz. Szóval attól tartok, hogy a többség inkább erre a könnyedebb népszerűségre vágyik. És szomorú, hogy manapság ez abszolút egy követhető és elérhető cél. Elérhető. Tehát, hogyha sikerül bejutni, ha kicsit nagyobb a pofája, már elnézést az embernek, és erőszakosabb, és oda kerül, akkor
működhet. Aztán persze nem tud, mert nyilván mindenki tudja, hogy eltelik pár év, és ezek az emberek semmivé, úgy, ahogy a semmiből, úgy a semmibe is haladnak. Tehát nem nagyon, nagyon kevés aztán az, aki úgy kifejezetten aztán él a lehetőséggel, és aztán nem, például nekem, én nem ismerem annyira ezt a Majkát, ezt a Majoros Attilát, ő ugye való világon keresztül lett ismert ember, de aztán ő is valamiben jó volt, és azt elénk tárta. Tehát végülis ő egy zenész, egy rapper, ugye, ha nem tévedek. Uh-huh. És szerintem nem egy hülye ember, és tehát azt mondom, hogy ő érte nem kár, de ő egy. És van mögötte még 70, akire fogalmam is, hogy ki, mi, valami nagy pofájú borzalom, aki... Na jó, most nagyon elkeveredtünk egy hülye témába, nem is akarok erről beszélni, de na, szóval, ha, tehát nagyon röviden egy mondatban nem mindegy, hogy miért akarunk művészek lenni, és nem mindenki művész, azért, mert ismert, az nem egyenlő a művésszel. Téged megismernek-e az utcán? Előfordult, játszottam, egyrészt itt felismernek többször, mert ez mégiscsak azért egy kisváros, és aki jár színházba, az felismer. Ez nagyon jó érzés egyébként. A Pesten meg azért, mert volt rá példa, hogy párszor forgattam sorozatokban, és akkor, amikor az lement, akkor volt olyan, hogy felismertek. Igen. Ez általában pozitív megkeresés szokott lenni az utcán, vagy esetleg kis véleményt, tehát kis nyilvánítják a véleményüket? Egyelőre még csak olyan pozitív megnyilvánulásokat kaptam, hál' Istennek. Vagy hát nem tudom, hogy hál' Istennek, de ilyen beszólogatások nem történtek velem. A rádió hallgatók között esetleg van olyan, aki szeretné veled a kapcsolatot fölvenni színházon belül, vagy bárhol találhat ő meg téged darab után esetleg? Ebben nem vagyok biztos, de azt hiszem, hogy a színház honlapján kapcsolatba lehet lépni a színészekkel. Van ilyen chat fal. De lehet, hogy ez nem igaz. De úgy emlékszem, hogy van. Igazából erre most nem tudok válaszolni. Azt hiszem, hogy darab után én arra szoktam szaladni. De hát a módot azt nem nekem kell kitalálni. Ha valaki valakivel találkozni, akkor azt ki kell tervelni. Én köszönöm szépen, hogy szántál rám egy 3/4 órát, és én további sok sikert kívánok neked, és sok-sok szép nagy darabot. Nagyon szépen köszönöm. Viszont kívánok minden jót.